Hello, hello ősülő rajongók! Ez itt a Jurassic World Evolution 2, és mivel ti is, én is egyformán szeretjük azokat a videójátékokat ezen a csatornán, amik víz alatti világokkal, víz alatti lényekkel foglalkoznak, gondoltok csak a sok Subnautika videóra, a Man-Eater szériára, vagy bármelyik másik olyan videójátékra, ahol cápák meg víz alatti dolgok vannak, szóval adta magát, hogy a most 8. DLC-jét kapó játékot, a Jurassic World Evolution 2-t előszedjem és leporoljam picit, mert ez a DLC dedikáltan vízidínókkal foglalkozik, illetve 5 új víz alatti dinoszauruszt kapott a játék, illetve az egész alapjáték is kapott néhány extrát, így ezekhez köthetően, úgyhogy ezeket fogjuk itt megnézni. Nincs is ehhez kiválóbb helyszín, mint hogy vízi dinoszauruszokkal folytassunk állatkísérleteket, mint a San Diego melletti sivatag. Úgyhogy kezdjünk is hozzá eme vidám feladatnak. Még mielőtt bárki megszólná, hogy mi történik itt, ez a sandbox mód, jó? Tehát végig csalni fogok, hogy kicsit gyorsítsuk a dolgokat, de ettől még az élmény nem lesz kevesebb, úgyhogy csinálok először is egy ilyen alap parkot, ami így éppen hogy csak működőképes, úgyhogy ide berakom szépen a látogatóközpont bejáratát. Instant fog megépülni minden, még mert bárki megérde, de majd az utakkal még össze kell kötni, illetve az alapinfrastruktúrát még szintén megépítjük, csak ide most felstócolom az összes épületet, ami szükséges ahhoz, hogy azért még így a sandbox módban is működjenek a dolgok, tehát kell itt expedíciós központ, persze menjen, áramot már nem fogok termelni, mert hogy az van. Ingyé, végtelen. Úgyhogy annak nagyon-nagyon örülünk, köszönjük sandbox mód, illetve mi van még itt, igen, ez itt a válaszközpont, innen fognak kimenni szépen a parkőrök, rendet tenni. Jó, azt hiszem, hogy nagyjából minden megvan, nem, még egy ilyen gyógyító létesítményt azt ide lepozicionálunk, jöhetnek az utak szépen, igen, ilyen jó kis vastag utakat oda bekötjük mindenhonnan, mert hogy az út az kell, minden épületnek nagyjából csak erre van szüksége, útra, semmi másra, oda a csodálatosan szép látogatóközpontba is rakok egy utacskát. Amúgy a játéknak, ez már tényleg, most megszámoltam, ez már a 8. kiegészítője, amit az elmúlt egy év során halmoztak föl, úgyhogy aki tényleg a teljes Jurassic World Evolution 2 élményre vágyik, annak igen-igen mélyen a zsebébe kell nyúlnia, jó, mondjuk ez sose volt másképp, de durván olyan 100-150 euró közötti összeget kérnek el a minden DLC-ért és az alapjátékért, ami azért eléggé húzós tud lenni, de azért hál' Istennek le van ez értékelve, szóval, hogyha valaki most esetleg, ebben a pillanatban most megnézem, ilyen elég jó leértékelések vannak, szóval akár ilyen 60-80 euróval is be lehet húzni mindent. Na de, a koncepció lényege, hogy csinálunk egy viszonylag nagyobb medencét, remélem el fog férni, és akkor oda csinálunk egy ilyen kis vízi paradicsomot, hát talán egy ekkora medence elég lesz. Minden új lényt behúzunk, ez az alap. Szükségünk lesz egy lagúna keltetőre, ahhoz is majd úthoz. Már most az elején berakom ide a Ranger Team, persze, gyertek, minél többen, és legyen egy ilyen gyógyító is ide rendelve, vagy ha bármi kellene, akkor legyenek kéznél. Van már drón is a medencében, úgyhogy azzal is majd szét fogunk nézni. Amire szükségünk lesz, hogy több kikötő legyen, és akkor egyszerre több tínót is ki tudunk hasítani, illetve ez az Advanced Equipment, az nem is olyan lényeges, de ez, hogy gyorsabban készüljenek el. Úgyis ki fogom vágni azt a részét, amikor így unatkozunk, és nem történik semmi, úgyhogy amiatt ne féljetek, de ami a lényeg... Jaj, hogy ez még csak porzik, jó. Hát igen, amikor instant készül a medence, az úgy ilyen. De szépen porzik, ezt nem is láttam korábban. Jó, nézzük csak itt hány dínót tudunk egyszerre keltetni. 1, 2, 3, 4, 5. Jó, akkor még egy ugyanilyen keltetőre szükségünk lesz, és akkor a teljes vízi ökoszisztémát itt ki fogjuk tudni alakítani. És hát ami a leggyönyörűbb, hogy egymásnak is engedhetjük. És hát ez a fő cél, hogy Premier Plánban nézzék meg a kedves látogatók, hogy itt egymásnak engedem a különféle őshüllőket. Élen, ugye, mindenki közkedvelt Mosasaurusával, de azért itt lesz még nekünk a Kronosaurus, meg az összes többi vadállat. Hogy aztán itt egyesült erővel szedjék szét a vadonatúj érkezőket a parkba, akik hát nem tudják, hogy mire vállalkoznak azzal, hogy az én parkomba születnek le. Na mindegy. Menjünk szépen, nagyon jó, szép vastag út vezet majd ide, illetve nem is ide kellene, hanem majd mindenféle ilyen nézelődőbe. Na, újdonság, hogy bekerültek ilyen kis csili-csálé nézelődős dolgok, és például a szokásos medencepart menti ilyen liftes, lemenős nézőközönség lelátó mellett kaptunk egy komplett víz alatti lelátót. Na ez mekkora királyság, gyerekek! Tehát, hogy itt a víz alatt tudunk majd így nézelődni az emberekkel. Na, rakom is ezt kifele. Most azt megnézem, igen, és akkor ott a víz alá bemegy a jó nép, és itt feljönnek lifttel, hát nem itt egy ilyen kis üvegcsövön mennek keresztül, mert az azért már tényleg nagyon-nagyon ilyen élő csali, hanem itt a föld alatt, és akkor ott feljönnek, és gondolom az üveg az úgy a mindent kibír üveg, természetesen, kivéve, hogyha a Jurassic World filmben vagy, mert ott aztán az biztos be fog szakadni, de itt elvileg ez mindent kibír, és akkor onnan is lehet nézelődni, és ami a legjobb, hogy innen is fogunk tudni nézelődni. Sajnos ebbe sétálni valamiért nem enged. De tudunk pozíciót váltani, úgyhogy így szépen körbenézhetjük az egyelőre hót üres medencét. Mind a négy égtáj felől, úgyhogy innen fogunk kémplelni. Na, lerakok azért majd még egy ilyet valahova. Remélem, hogy még elfér. Egy-kettő ilyen kis kilátó-lelátó. Igen, oda is elfér, és... Ó, nagyszerű, oda is mehet egy. Jó, és akkor így teljes lesz az élmény. Ó, útat azt bekötjük, hogy ide jöhessenek a kedves, drága, jó turistáink. Úgy van. Oda is megy az út szépen. És gyakorlatilag ide egy ilyen kis vízi dínó paradicsomot építettünk ki. Na, még ezt is ide bekötöm szépen. Nagyon jó. Na, amire még szükségünk van, azért az etetőt, a kötelező etetőt. Azt mindenképpen be kell ide rakni. Hol is van? Ja, itt, az etetőknél, és akkor itt kiválasztjuk, hogy igen, legyen egy ilyen kis cápázós, majd rácápáznak, ezt oda rakom a nézőközönség mellé, és hát azért a kisebbeknek is legyen valami, úgyhogy itt ezeket a kis halakat tudom még berakni, valahova ide oldalra, ide nem fér, ide még pont elfér, ott akkor lecsippantja a medence szélét valamiért, ezeket nem tudom, és ami még újdonság, hogy most már lehet rakni nem utat, hanem ilyen vízi lagúnába való, mindjárt itt van, ezt! Ez pedig az új állatkáknak lesz ilyen kis platform, amire kimehetnek, kifekhetnek, mert lesznek teknősök például, amik ide kimásznak majd napozni szépen. Aztán lehet, hogy még a Mosasaurus is kimegy szépen egy kis teknősért oda a partra, illetve még, ahogy nézem, van itt még pár darab, még egyet be tudok trakni, csak hogy ne csak a teknős örüljön, hanem a másik is kimászik állítólag. A víz alatti díszítő elemeket, azok is itt vannak valamerre, mindjárt megkeresem őket, de hogy a víz alá is kaptunk még pár extrát, erőteljesen, csak meg kellene találnom, hogy hol bújnak. Igen, talán itt nem. Itt kellene lenniük a vízben. Nem, jó. Akkor egy pillanat, és visszajövök, hogy megtaláljam őket. Itt is vannak a dekor alatt, na hát rég játszottam a játékkal, és akkor itt a vízi cuccoknál Ezeket mind a víz alá le tudjuk rakni, így tehát mindenféle reflektort, az a baj, hogy nehézkes így belátni. Igen, ez a víz alatti medence szerkesztő lehetne egy picivel szerintem felhasználó barátibb, de mindegy, lerakok ide néhány reflektort, csak hogy jó legyen. Akkor van itt nekünk egy Indominus Rex csontváz, azt ide középre, de itt van nekünk még hajóroncsok. Igazándiból egy olyan funkció kéne... ez már kifejezetten nagy. Vagy ezt... Ja nem, ezt a szélére rakhatjuk az egésznek. Na mindegy, rakok ide még pár érdekességet, hogy élvezzék már a dinók itt a látványvilágot, hogy már itt úszkálnak ebbe a nyomortanyába. Akarom mondani, csodálatos medencébe. Ez szerintem nem sokat ad hozzá egyébként nekik így az élőhelyük elviselhetőségéhez, de azért elmondhatjuk, hogy mi a magunk részéről nem spóroltunk semmit. Jól van, akkor ez a lélekveszélytől így nagyjából rendben lesz. Nincs más hátra, mint hogy elkezdjünk a dinókon dolgozni. Csak még ezt is egy picit feltuningoljuk. Accelerated growth, és extra kikötők. Na, jöhetnek a dinók. Új dinők. Kislány mindegyik. Archelon, avagy ősteknős. Na, ők fognak elsőnek jönni. Már is szépen berendelek belőlük egy stócot, elkezdődik az inkubáció. Következő, Dunkleosteus, igen, fura neve van, ez a páncélos ős cápa. Így tudnám nagyjából lefordítani. Ha láttátok nemrég az egyik Dave the Diver streamet, akkor abba benne volt. Tehát utoljára ott találkoztam ezzel. Nem tudom, valahogy így jön a videójátékokban ez az állatka is. Mindegy, ezt is elkezdjük szépen először tojássá szintetizálni. Akkor másik újdonság a Nothosaurus, egy ilyen kis horror állkapcsú, ilyen nagy közepes vízicucc, úgyhogy ő is jöhet. Itt van még nekünk a víz alá ez a nagyon-nagyon szép, nagy kövér Shonisaurus, avagy ős bálnadelfin, vagy hát ilyen csőrös jószág, békés, nagy, és meglátjuk, hogy megvédi magát a csomó ragadozóval szemben, akit itt mellé telepítek, és hát végezetül, de nem utolsó sorban, itt van nekünk? Vagy csak ők voltak? Nem, valakiről, mint elfeledkeztem volna. Teknős, Dunkleosaurus, Shonisaurus, ja, és a Nothosaurus. Akkor csak ez a négy? Miért emlékeztem én ötre? Na mindegy, jön egy Mosasaurus, kapnak itt Mosasaurust is, mert az jó. Na, kezdődik a Mosasaurus szintetizálás, és közben itt is leszintetizáljuk még a konkurenciát, mert nehogy már ne jöjjön itt nekünk még egy Liopleurodon, aki, most megnézem, hogy ő egy kicsi vagy közepes dinónak számít. Igazándiból az van, hogy a nagyok nem nagyon bírják egymást. Ó, és a Sinosaurus egy nagy darab. Akkor jöjjön a kötelező Kronosaurus. Őt már be is rendeltem. Jön egy Tylosaurus. Na, ennek valami undormány arca van. De ő is jön. És ja, nagyjából jók leszünk. Akkor még jöhet néhány közepes jószág, hát akkor a Liopleurodon meg az Attenborosaurusból is kérünk egy-egy példányt, és akkor ez az ősleves gyakorlatilag megtelt, mondhatjuk. Na, még a rendkedvéért azért egy-két ilyen delfinszerű cuccot így betolunk, csak hogy legyenek, akikre még vadásznak, hát kell az ökoszisztémának. Na, és akkor innentől kezdve várjuk, hogy így a tojások meglegyenek, én mindenkit szépen ide kiengedek majd, és meglátjuk, hogy ki éli túl az ősleves csatározásokat. Mindjárt jövök. Örömmel jelentem, hogy majdnem minden tojás kikelt, nem is értem, hogy férnek el itt a föld alatt, mi lehet, milyen tumultus, és közben egy kicsit kidekoráltam így a partot, egyedül még a Mosasaurus tojását heggezték, de amíg így kijön a többi, addig, és azt végignézzük, mert végignézzük, addig a Mosasaurus is elkészül, de így egészen így emészthetőre csináltam így septibe rögtönzött kis demo parkunkat, így ilyen kis dzsungelesre, itt lemegyünk a lagúnában, és ez annyira tetszik, hogy így lehet konkrétan így ilyen street view-ba nézelődni, és akkor így lemenni a különféle attrakciókba, bemenni, és így szétnézni, és így hello, ott lehet integetni, úgyhogy ide fogunk szépen lemenni, közben itt valami narráció is van már itt a kupola alatt, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon király lesz. Tehát ezt tudom elmondani alapvetően a játékról, hogy ha valaki komplex parkmenedzser játékot akar, az rossz helyen kopogtat, illetve nem fog túl sok kihívással találkozni, de mint élmény, nagyon adja magát a játék. Na jól van, kezdjük az újakkal. Először a tekik. Szépen ide kiengedünk mindenkit, lássuk. Ohó, hát ez nem is kicsi. Nem is kicsi. Hozzáteszem, hogy az összes génhibás egyedet is kikeltettem, szóval itt lesz minden mindjárt. Közben elkészült a Mosasaurus is, mindenki legnagyobb örömére. Na hát itt vannak az ősteknősök. Archelon. És már megy is szépen a szigetkéje felé. Remélem, hogy amíg kiengedek itt mindenkit, nem fognak éhen dögleni itt az állataim. Ja, és itt tudunk szépen így válogatni köztük. Hello, hello! Cuki a csőröd. Ja, és milyen jó kis lapos páncélja van. Ó, és már megy a part felé. Na, mindjárt megnézzük, hogy itt ki mászik. Hát ki kéne, hogy másszon. Feltéve, hogy kapnak valami etetőt. Ezt még gyorsan meg kell, hogy nézzem, mielőtt tovább mennénk, hogy a kis haletetőt nem lehet itt kipozícionálni, ezt csak sekély vízbe tudom lerakni, de talán ez nem fog kelleni. Igen, itt a medence szélét is kidekoráltam mindenfélével, úgyhogy nem spóroltunk semmit. Jó, na, jöhet a következő jelöltünk, aki pedig a Nothosaurus lesz. A Dunkleosaurust hagyjuk a végére majd, az itt a vérmes ragadozó, bár, jó, ez is halakat teszik, tehát elméletileg a teknőssel nincs dolga. A teknős, azt mindjárt megnézzük, hogy a teknős miket teszik. Na, megjöttek a Dunkleosaurusok. Jaj, de szép fejed van. Na, ezek is kifekszenek. Csillezni. Na, ezből van 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab. Szegény teknősök most itt létszám hátrányban vannak, és hát alapvetően ők így mindenkivel kijönnek, ahogy nézem. Az ősteknős se zavarja őket különösképpen, a medence kellően nagy, úgyhogy itt el lesznek. Na, de majd mindjárt rájuk eresztek itt még párat, aztán majd megnézzük, hogy hogy tetszik nekik úgy a környék. Fú... Azt a mindenség, hogy csillog a hátuk. Na, nézzünk egy másik példányt, aki egy kicsit talán mélyebben van, igen. Oh, de szép állkapocs! De szép állkapocs! Azért ez se kicsike. Ó, megjöttek az első látogatók, na majd mindjárt lemegyünk közéjük, na már lehet teknőst nézni, meg dinót nézni. És igen, itt most már kérem szépen özöllenek be a népek. Apropó, most már azt is be lehet egyébként állítani, hogy a különféle dinoszauruszok agresszívak legyenek-e a látogatókra, ha kiszabadulnak, vagy se. És így akkor meg lehet csinálni például a növényevő dinókból is egy simogatót. De akár még a húsevőkből is. És akkor így a dinók között mászkálhatnak szabadon, így a sandboxba. Na jól van, következő jelöltünk a Shonisaurus. Na, ez már egy nagyobb darab, ő is halakat eszik, és nézzük, hogyan foglalja el helyét a medencénkben. Megjött. Tükröződik a minden, úgyhogy sokat nem látunk belőle még. Ja, legjobb szögbe kaptuk el így a csillogást. Na, itt van a Shonisaurus. Na, mindjárt ússzon oda valamelyik mellé, hogy így egy ilyen méretbeli összehasonlítást kapjunk. Legalább már most így magukhoz képest, hát olyan, mint egy ilyen csőrös delfin, egy nagyra nőtt csőrös delfin. Hátsó uszonyokkal, ja, négy van neki, olyan, mint egy ilyen elcsökevényesedett lábak lennének egyébként. Na, ott már nézelődik. Elméletileg mindenki halat eszik, hal meg, akkor be lett engedve a medencébe bőségesen. Hú, és most itt látszik, hát nézzétek meg, tehát, hogy így a... Hoppá! Hát ez odaverte magát a falhoz valamiért. Ő is beúszik a nézőkhöz. Az is jó. Na, már valami nem tetszik neki. De ő is mindenkivel kijön. Egyébként. De ő békés sem van. Tehát jól érzi magát. Ő is. Na majd, ha ráengedek itt még egy-két másik ragadozót. Nézzük meg ezt így az emberek szemszögéből. Mondjuk onnan lentről. Lentről, középről. Hello! Jaj, de kár, nem lehet itt ezen belül sétálni. Az tiszta Subnautika lenne már. Na, hát ezek a teknősök elég nagyok. Hát igen, ezek ilyen bálna méretű ősdelfinek. Együtt mozognak? Vagy most mindjárt kikészítik egymást? Nem, valamit ott csinálnak. Itt rosszalkodtok, gyerekek. Jó, itt nincs semmi egyelőre, semmi látnivaló. Ősteknősök. Majd mindjárt megnézzük, hogy kimennek-e a partra valamelyik. Kicsit napozni. Úgy állítottam be, hogy most nem lesz este, tehát nagyon szép látási viszonyok lesznek végig. Ott selfizik valaki a sziklával, nagyon jó. Kicsi a lefedettségünk. Hát, szomorú vagyok. Ó, és ott kiment a teknős napozni. Tök jó. Napos teknős. És ott a másik is napozik, a másik sziklán. Mindjárt valószínűleg ki fog itt jönni még más is mellé. Igyekeztem. Na, és akkor jöjjön Dunkleosteus. Az első igazán vérmes ragadozó itt a medencében. Na, őt most meg fogja kicsit kavarni az állóvizet. A páncélos őscápa. Wow! Na, ez már para. Jó, mondjuk az előzők se volt, a nothosaurusok se voltak barátságosak a csőrükkel, na de ez tényleg para. Tehát egy ilyennel nem szeretnék szembe találkozni a medencében. Konkrétan akkora lenne, mint a medence maga. Ja, hát ez egy nagyra nőtt őscápa. Gyönyörűen néz ki. Na nézzük, hogy ő hogyan érzi magát. Egyelőre még próbálja berakni itt a medencét, hát a területen nincs megelégedve, de hát kétszer akkora, mint a kis nothosaurusok. Igaz, a nothosaurusok falkaszámra nagyobb, többen vannak, de hát nézzetek meg, hogy így kerülgetik őket. Bár az ősteknősökkel nem lesz baj. Na, ő nekik mit adhatok? Ja, igazán nekik csak a kaja kell. Semmi másra nincs szükségük, csak kajára. Jó, na nézzük, hogy így egyéb igényeik, vagy senkit nem szeret, de senkivel sincsen baja az itt lévők közül. Hoppá! Na, ez most miért jó, hogy szétvered a fejedet a betonfalon? Lá, most tiszta kába lesz. Tompika lesz mindjárt. Jó, egyelőre én úgy látom, hogy béke honol a kis biokísérlet medencénkben. Na de majd mindjárt jönnek itt a nagyok. Te ott. Na, álljunk csak meg. Mi folyik ott? Az egyik ott rágyorsult valahova. Jó. Nézzük. Valamelyik itt kerülgeti már az egyik delfinemet. Na, ez. A kis nothosaurus. Miben notoszkál? Ja, hát hogyha egy ilyen kikandikálna a kádból, azért annak se örülnék. Főleg, hogy szerintem akkorák a fogai, mint a félkarom. Jó, közben ott az ősdelfinünk ismerkedik a búra lakójával. Remélem nem döglött meg. Igen, itt egyelőre nyugi van. Hopp, ráfordul, elharapja a torkát, nem. Jó, egyelőre nyugalom van, senki nem jött idegállapotba. Nézzük meg ezt a szép ökoszisztémát innen a színpadról is, vagy a nézőtérről. Leereszkedek. Hello. Ó, hát ez is gyönyörű. De besüt a nap. Na, az már nem gyönyörű. Majd mindjárt mondom neki, hogy menjen le. Ja, lehet a másik oldalra kellett volna raknom ezt, ahol így nem süt be és tükröződik a nap az üvegről. Jó. Na, nézzük, mi van a másik keltetőben. Na, itt jönnek a durva dolgok. Először kiengedjük a sneciket. Nem liftezve, hanem csak úgy simán. Ó, hopp, ez nem a sneci lesz, hanem a Kronosaurus, kérem szépen. A jó öreg Kronosaurus. Ilyen üres, fekete szemekkel. Cápázik majd itt a medencében. Na, egy igazi nagy víziragadozó. Az első pár megérkeztek. Na nézzük, ő neki már lesz baj, ugyanis ő nem szereti a Shinosaurust. Itt már lesz konfliktus, de én ezt nem várnám meg. Ott mi történik? Az miért kék? Ja, hogy a másik is ott van, jó. Na, mielőtt itt még eldurvulnak a dolgok, én csak így lazán, igen, itt már vannak ilyen territoriális nézeteltérések, lazán kiengedek néhány snecit. Gyertek. A kis ősdelfinek. Igen, ezek a kis testvérei a Shinosaurusoknak. Ők mindenkivel kijönnek. Ja, nem lesz itten gond. Na, jön egy Attenborosaurus. Ezek is ilyen bájosak. Na, viszont szeretném látni, hogy kijönnek. Haló! Aj, nem kapunk mozit. Na, David Attenborough után szabadon Attenborosaurus. Megérkeztek. Na, hát ezek is szép példányok, jó nagyok, hosszú nyakkal. Nézzük, hogy ők hogy érzik magukat. A közepes vízi állatokkal kijönnek. Hát ez érdekes. Ez érdekes, ráadásul ők is itt falkában cápáznak. A Dunkleosteus az is mindenkivel kijön. Na, ez például kifejezetten fura. Én arra számítottam volna, hogy ez levadászik mindent, ami nála kisebb. Vagy legalábbis egyenlő méretű. Ó, közben kapunk narrációt. De egyelőre még béke és chill van az egész medencében. Na, már nem sokáig hozzuk a Liopleurodont. Vagy a nagyra nőtt őskrokodil. Wow. Ott integet. És ezek hárman vannak ráadásul. Négyen? Lesz itt mindjárt buli. Közben mennek föl egyébként ott a jobb alsó sarokban a csillagjaink kőzerővel. Jaj, de gyönyörűek vagytok ti is. Na nézzük nektek, kivel lesz bajotok. Egyelőre mindenkivel kijönnek. Na, ilyet se láttam még. Ezt hogy csinálják? Lehet, hogy be kéne kapcsolnom, hogy legyenek itt kicsit agresszívabbak egymással. De nem, mert a Shinosaurus az már kifejezetten stresszes. Jó, a teknősöknek van egy kis esze, és kimentek a vízből. Hát ők lesznek lehet a túlélők a végén. Na, hol bujkálnak a Shinosaurusok? Mert ott van a Kronosaurus, igen. Ő így nagyon nem szereti a Shinosaurust. És ilyen pisisárga lett az egész medence, hogy para van. Na jó, jöjjön akkor a Tylosaurus, egy másik hatalmas nagy dög. Na, most már biztosan lesz konfliktus. Garantáltan. Ráadásul három jön ki. Na, ezeknek is szép arca van. Ez ilyen nagyra nőtt őshek. Na, a heknek van még ilyen ocsmány pofája, nem véletlenül vágják le. Büdös életben nem ennéd meg. Hú, ilyen kis sunyi csuka képe van ráadásul. Jó, na nézzük, őnála kivel nincs bírás. Kronosaurus, Shonisaurus. Miért Sinosaurust mondok? Jó, és végezetül, de nem utolsó sorban, a címvédő, a bajnok, a Mosasaurus következik. Egyedül. És birtokba veszi a medit. Tök durva, hogy ennél nagyobb nem is nagyon van, vagy nem is láttunk sehol. Így filmekbe, vagy így nagyon régészeti leletekben sem. Na, hát a Mosasaurus már tényleg utálni fog itt mindenkit. Shonisaurus, Tylosaurus, Kronosaurus vele nem lesz jó barátságban. És már itt kóstolgatja valamelyiknek a kloakáját, igen. Na, és innentől kezdve nem lesz más dolgunk, mint hogy szépen lemegyünk valamelyik búra alá, és nézelődünk. Vagy egyszerűen csak innen ebből a teljesen jó perspektívából, vagy akár még drónozhatok is. A legjobb. És ezt tudom irányítani én manuálisan. Na, levadásszuk itt az eseményeket. Ezeket a drónokat használják egyébként így gyógyításra, hogyha valamelyik megbetegedne. Most egyébként a betegséget is kikapcsolta. Mi történt? Mi történt? Valami vérzett. Valami vérzett. Jó, egyelőre béke van. Mindenkivel. Kíváncsi leszek, hogy mikor lesz az első konfliktus. Bemegyek a Mosasaurus elé. Hát, ha kicsit agitálhatom. És közben az újak is teljesen békésen itt bandáznak, meg csordáznak. Hoppá! Valaki rám moccant. Ja, hát ez egy teljesen jó, barátságos ökoszisztéma. A legnagyobb szeretetben és harmóniában élnek itt együtt egy nagyon kis medencében. Jó, egyedül a Shonisaurus akar szerintem megőrülni és falnak megy folyamatosan, de hát ő itt kvázi a primer zsákmányállat konkrétan. Apropó zsákmányállat, meg kell nézni, hogy a cápát lecápázták-e már, illetve hogy ki lesz az első, aki ráharap. Hoppá! A csukaharapás, nézzétek, szegény. De hát az egy konkrétan egy fehér cápa. Jó, mondjuk méretre. Na most össze kéne hasonlítani, igen. Az baj, itt nem ír méretet, de ja, az egy... jó 3-4 méter körüli fehér cápa, na most akkor így meg lehet állapítani, hogy ez azért nem kicsi. Ez a Dunkleosteus. Úgy. Hát ez is leszakajtotta a cápa felét. Hopp, ott valami volt. Ja, de hogyha a Dunkleosteusok is így rácápáznak a fehér cápára, akkor szegény Mosasaurus, amit éhen marad, és kénytelen lesz alternatív energiaforrás után nézni. Jaj, mi lesz? Na, közben megérkezett a következő cápa. Azért az kemény. Azt tudtátok egyébként, hogy a fehér cápát sohasem sikerült fogságban hosszabb ideig tartani, mert szegény vagy megpusztult, vagy ugye el kellett engedni, mert hát nem érezte jól magát, és megpusztult volna. Itt meg ugye most így kilóra, ha lehalásszák szegényeket. Az ilyen igazán nagy fehér cápák meg ilyen 5-6 méter körött mozognak. Hát ez nem tudom mekkora lehet. Na, hát nem nagyon van itt élet egyelőre. Na, lehet, hogy ő is rámozdul. Igen, úgy néz ki, hogy rá fog mozdulni mindjárt valaki erre a cápára. Na, gyerünk! Én érzem, hogy akarod. A Mosasaurus is itt megkörnyékezte. De egyelőre még mindenki nagyon barátságos itt egymással. Lehet, hogy kisebb medencébe kellett volna őket zárnom, de hát akkor nem tudtam volna ilyen jól berendezni. Az az igazság. Na, rámoccam valaki? Ott megy a Shonisaurus. Ő sem nagyon érdekli itt a többi ragadozót. Na, ki lesz a következő, aki rácápázik? Ott van egy Kronosaurus. Igen, tehát ezek az animációk is eszméletlenül királyok. Gyerünk, próbálom közelebbről, gyerünk. Na, az a Kronosaurus talán. Ott jön! Oh, az a szakítsd! Ez az, küzdje úgy. Na, ő is jól lakott. Jól lakott óvodás. Na, közben rá kellett jönnöm, hogy ki volt kapcsolva a dinók közötti harc. Úgyhogy, de nem is baj, igazából mindenki elfoglalta a helyét a medencében. Most kezdődik a probléma. Valaki megmurdelt itt. Oljaj, és ki volt az elkövető? Jó, szerintem itt az ideje. Mi a halál oka? Ez nem derült ki most. Na, próbáljunk meg akkor elhelyezkedni valami jó kis megfigyelő pozícióba. Mondom, próbáljunk meg. Zoom, segíts. Ez az ide, ebbe a medencébe. Ott a Mosasaurus. Egyelőre nyugalom van. Ott. Júj. A Mosasaurus is most már kezdi egy kicsit komolyabbra venni a figurát. Dunkleosteusok is. Hoppá! Valamelyik ott rágyorsult. Jaj, de kár, hogy nem tudok itt is egy FPS nézetben mozogni. Hoppá, van egy újabb halálos áldozatunk. Ja, hát először a kis necik halnak el valószínűleg. Jó, már 2 halálos áldozatunk van. Hoppá, a Mosasaurus bekóstolta valaki? Ó! Oh, jó, az a cápára ment rá. A Mosasaurusunk még mindig el van. Még nem kóstolt meg senkit se. Közben itt szelfiznek itt a biológiai kísérleti laborban. Igen, nehéz elcsípni a pillanatot. Résen kell lenni. Na, Mosasaurusunk mit csinál? Lehet, hogy a Mosasaurust fogom követni, mert az itt a legnagyobb ragadozó, és kb. Ő fog mindenkit kinyírfantani, ha nem vigyáznak. Jó, a Dunkleosaurus is jobb, ha arrébb megy. Igen, kerülik a Mosasaurust úgy rendesen. Vannak nem, még nincsenek sérülései sem. Hopp, ott van már egy döglött példány. Egy Tylosaurust kerülget éppen. Igen, jó, begyorsított, enyhén agitált. Egy Dunkleosaurus. És ezek össze fognak fogni ellene? A Dunkleosaurus már sérült. Látszanak ott a karcolás nyomok a pofáján. Megpróbálok kicsit ráközelíteni, de miért zoomolsz ki ide a retekbe? Nézzük meg. Igen, itt látjátok? Ott vannak a harapás nyomok. Ki karmolt téged így össze? Ilyen rútul. Hoppá! Közben esemény van. Ó! Júj. Tylosaurus bepróbálja a Mosasaurust. Ez fáj neki. Jó, a felcser úton van. Van közben egy újabb halottunk. Valaki elhullott. Jó, hát hogyha összefognak a Mosasaurus ellen, esélye nincsen. Sok kicsi sokra megy. A Mosasaurusunk meg magányos. Magányos vadász. Azt nem látszik, hogy... De... Az életereje nem túl sok, úgyhogy ezt vissza kéne valahogy kalapálni rá. Szegény kicsit megtépték. Na, kimarad az őslevesben. Tegyék meg tétjeiket. A Mosasaurus, a Tylosaurus, a Dunkleosaurus, bár ő a középmezőnyt erősíti, nem a nagyokat, vagy pedig a Kronosaurus. Esetleg a Shonisaurus. Na, ott van egy Attenborosaurusunk, meg még egy. Meg egy Shonisaurus. Ó, szegényke. Hát ennek reszeltek. Ja, a többiek ehetnek belőle. Ha szeretnék éjségüket csillapítani. Jó, visszamegyek a drónomba, mert onnan látom a legjobban az eseményeket szerintem. Hoppá! Ott falnak megy az egyik, ja. Ja, így látom még a legjobban az eseményeket, esküszöm. Éljen a drón. Júj! Júj, júj, júj! Az óriás kroki neki ment itt a dolgoknak. Hú, kipusztult meg! Kipusztult meg! Valaki megint elhalálozott. Közben itt is harcok mennek. Komoly, kemény harcok. De csak a drónomat ne szedjétek ki, létszi, srácok. Hívják a felcsert. Jó, a kicsik azok még így elmanővereznek, úgyhogy nem is ők a lényegesek, hanem így a közép és nagy testűek. Hogy ott kimarad. Szegény Attenborosaurusok, azok húzták a rövidebbet meg, az egyik Shonisaurus. Ó, megvan az ötödik. Ki az ötödik? A Mosasaurus él még? Jó, ez egy Tylosaurus. Az is lehet, hogy csak simán éhen haltak. Jó, a Mosasaurus még életben van, jelentem. De ott jön az őskroki, és új. Ketten együtt bepróbáljátok a Mosasaurust? Nem úgy tűnik. Hú, és közben itt döngetik a falat. Hoppá! Ó, megvan a nagy pillanat. Ez az gyönyörű. Na, hát a Mosasaurus az nem pöcsölt sokat. Hoppá! Na lássuk, van egy halott Liopleurodon, egy két noto, egy Tylosaurus is megmurdelt, meg egy Attenborosaurus is. Hajaj. Egyre nagyobbak a gondok itt a medencében. Hogy érzi magát a Mosasaurusunk? Hát még mindig elég kevés HP-n mozog. És hogyha még neki megy az egyik vagy a másik Kronosaurus, esetleg a maradék Tylosaurusok egyike, akkor itt még őt simán levadásszák. Közben a felcser próbál itt gyógyítást eszközölni sérülteken. Hát, hogyha a Mosasaurus kap healt, akkor még újra játékban van. De ketté haraphat itt még egy Tylosaurust is menet közben. Nem tudom, én a nagyon Mosasaurus drukkernek tűnök, de amúgy a Dunkleosaurusokkal vagyok. Jó, ezek maguktól is falnak mennek, szóval nem kell feltétlenül arra várnunk, hogy egymást csépeljék. Jó, hát a szerencsétlenül jártakat szerintem elszállítatom. Hoppá! Így! Hát nem érzi. Nem érzi a medence hangulatát. A Mosasaurus. Nagyon nem. Teknősök meg kint csilleznek, jól teszik. Érkeznek a csapatszállítók. Viszik az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halálos áldozatot. Ezeket el lehetne egyébként adni ilyenkor. Nem baj, utána majd meglátjuk, hogy lesz-e még újabb. Egyelőre a Mosasaurus még bírja 37%-on. Azt megnézhetjük egyébként, hogy ő neki hány killje van. Egy se. Akkor itt ki a gyilkos fenevad? A teknős. Tuti a teknős volt. Csak rá kell nézni, ott kint napozik, hót ártatlanul néz ki, aztán közben meg egy ilyen vérmes ragadozó. Egyet se. Hát ez a Tylosaurus, ez így tök békésen itt flangál nekem. Akkor ki lehet? Ki lehet a vérmes gyilkos? Hát megtaláltam. Bár egyetlen egy gyilkos sem fűződik az ő nevéhez, de ez a Kronosaurus az egész medence legdominánsabbja. konkrétan. Tehát még a Mosasaurus felett van. Jócskán. 240-es dominanciával. Na, ott vannak a nézők, nézve. Úgyhogy lehet, hogy rajta kéne tartani a szemem. Hopp, ott megy szegény másik ősóriás delfin. Úgyhogy a Shonisaurusok elfogytak. Hello! Hát a domináns hím eszik. Táplálkozik. Feltéve, hogy le tudja szakítani. Na, le is rakom a statisztikát, most már ne zavarjon minket. Na, hát közben, amíg így figyelem kedvenc kis kronoszaurusomat, és gyűlnek itt a halálos áldozatok a medencében, ezt tudja a kiegészítője a Jurassic World Evolution-nek. Ha szeretitek a tengeri dinókat, akkor... Ó, ezek még egymással is lerendezik a dolgot, várjál. Ajaj. Állatok ezek mind. Akkor szerintem ezt a 7 eurót simán megéri. Hát ez az olyan dolog, mint amikor ilyen kis kozmetikai extrákat veszel a kedvenc játékodhoz, és abba simán belefér, tehát már ilyen 120 körüli dino létszám van a játékban, és hogyha valaki ki akarja maxon, és tényleg most azt tudom mondani, hogy így dino változatosság szempontjából zseniálisan jó a játék. Csak hát a park management aspektusa az, hát az ilyen gyenge lábakon áll, de az élmény, az továbbra is nagyon maxos. Jól van, fiúk, lányok, én szerintem itt nem fogom tudni megvárni, hogy ki lesz a medence bajnoka. Ezek most úgy nagyjából szerintem már ennyi vérveszteséggel el fognak férni. Hát néhány nagyobb testű az így kihullott, meg közepes testű, lehet, hogy még lesz egy-két áldozat, de a végeredmény úgyis az lesz, hogy Mosasaurus versus Kronosaurus. Mint a legutóbb. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem élveztétek ezt a kis víz alatti kalandot, és külön köszönet mindazoknak, akik továbbra is kitartóan támogatjátok a csatornát, nagyon-nagyon királyok vagytok, és hogyha bárki esetleg úgy érzi, hogy be tudsz állni a csatorna finanszírozásába, egy tagságival vagy szuperköszönettel, annak előre is nagyon szépen köszönöm. Találkozunk legközelebb, addig is mindenkinek jó dinózást kívánok! Szerbusztok! Ő meg falnak megy.